Új mez, rekordmennyiségű eladott bérlet, online jegyvásárlás, az ország első női röplabda akadémiája, és mindez Békés Csabán. A cél a Békés Csabai röplabda sportot európai hírűvé tenni. Magyarországon először a BRS-e játékosai rövidnadrág helyett szoknyában lépnek pályára, ezzel is kiemelve a lányok nőiességét. A bajnokság és a Magyar Kupa címvédő csapata idén rekordmennyiségű bérletet értékesített, ebből is látszik, a Békés Csabai együttes egyre népszerűbb. Újdonság továbbá, hogy egy megállapodást követően ettől a szezontól akár online is lehet jegyet, illetve helyre szóló bérletet vásárolni a mérkőzésekre. A Békés Csabai Röplabda Sport Egyesület innovatív akciókkal készült az előttünk álló 2016-17-es szezonra. Első alkalommal lehetett online bérletet vásárolni. Egy együttműködési megállapodás keretében immár nem csak jegyet, hanem helyre szóló bérletet tudtak vásárolni szurkolóink online és személyesen is. Mindenféle rekordot megdöntött a bérleteladásunk, tehát pozitívan tekinthetünk a szezonnak, hiszen biztos vagyok abban, hogy nagyon sokszor megtelnek majd a Békés Csabai Városi Sportcsarnok lelátói, és a lányok egy nagyon komoly hangulatban tudják majd a mérkőzéseket vívni, és ez is hozzásegíti majd őket a célkitűzések eléréséhez. Megállapodást kötött a városvezetés a kormánnyal az ország első női röplabda akadémia megalapításáról Békés Csabán. A megállapodásról maga a miniszterelnök és Békés Csaba polgármestere Szarvas Péter tárgyalt személyesen. Békés Csabai női röplabdázás utánpótlás képzésének és a felnőtt csapat sikerének is köszönhető, hogy Orbán Viktor miniszterelnök úrral általam aláírt megállapodásban miniszterelnök úr a kormányzat részéről vállalta, hogy az első női röplabda akadémiát Békés Csabán meg tudjuk építeni, és ehhez a kormányzat minden segítséget megad. Az eddigi tárgyalásaimon úgy látom, hogy az illetékes minisztériumok partnerek ebben segítik ezt a folyamatot. Reméljük, hogy akár már jövő év őszére az akadémia indulni tud. Az akadémia működtetéséhez segítséget nyújt a Békés Csabai Szakképzési Centrum. Az együttműködési megállapodást a sajtótájékoztató alkalmával írták alá, melynek értelmében a Szakképzési Centrum vállalja az akadémia növendékeinek iskoláztatását.